Kertész Erzsébet, Elizabeth. Elizabeth Barrett Browning életregénye. Harmadik rész, ötödik fejezet. Másfél évi távollét után 1852. novemberében tért vissza a Browning házas pár Firenzébe. Elizabeth úgy érezte, hazaérkeztek. Boldogan járta végig a kázak Gidi tágas szobáit, és mint aki hosszú út után otthonába tér vissza, úgy telepedett le a nappali szoba kényelmes karosszékébe, úgy fogta kezébe író mappáját, úgy simogatta szemével végig a falakon függő régi képeket, a könyvszekrényben sorakozó sok-sok könyvet. Robert felesége egészségét féltette Párizsban, azért hagyták el a francia fővárost, amelyet mindketten nagyon megszerettek. Még tanúi lehettek Louis Napóleon császárrá koronázásának, és barátaik erkélyéről nézték a nagy színjátékot, a császárt, amint fehér lován mosolyogva lovagol végig a Boulevard d'Italianesen, és kísérete legalább 10 lépés távolságban halad mögötte. A császár nem félt, a nép újongó örömkiáltása kísérte, és Elizabeth ugyanúgy hitt a császárnak, mint 10 hónappal előtte, amikor Napóleon még megelégedett azzal, hogy 10 évre választották meg elnöknek. Browning, aki ekkor elég határozottan szembefordult felesége hősi máratával, most már nem is igyekezett Elizabeth lelkesedését csillapítani. Tudomásul vette, hogy imádott béje, lelkeméjén még mindig ugyanaz a kislány, aki kertjében virágokból kirakta Hector képét, és később azon ábrándozott, hogy kiszökik a gyerekszobából, és Byron apródja lesz. Párizs elevensége lüktető élete után Firenze eleinte túl csöndesnek tűnt a költő számára, de az első napok után észrevétlenül visszatért életük régi ritmusa. Délelőttönként dolgoztak. Elizabeth megkezdte nagy elbeszélő költeményét, amelyben a 19. század asszony problémájára keres megoldást. Browning pedig a Férfiak és asszonyok című munkáján dolgozott. Ebéd után rendszerint sétára indult. Felesége ilyenkor lepihent vagy varogatott kézi munkázott, Penini ruhájának gallériát, kézelőjét hímezte ki, hajszál vékony finom öltésekkel, és belepirult az örömbe, ha valaki megdicsérte a finom kézi munkát. Uzsonna után pedig a firenzei angol-amerikai kolónia tagjai keresték fel a házaspárt. Írók, festők, szobrászok, diplomaták gyűltek össze délutánonként a nappali szobában, ahol mindig a megszokott, kedves kép fogadta a vendégeket. A kandalló melletti karosszékben a fekete hajú, lányos arcú, törékeny asszony ült, míg a költő, akinek halántékán már ezüstös szálak csillogtak, fel alá járt, valamit mesélve, és az aranyszőke kisfiú anyja mellett játszott. Penini néha felugrott, a zongorához szaladt, felkapaszkodott a székre, és végig szántotta a billentyűket. Browning abba hagyta a megkezdett mondatot, felcsóválva nézett Peninire, aki önfeledten kalimpált a zongorán. Elizabeth észrevette férje neheztelését, és engesztelője jegyezte meg. Penini nagyon szereti a zenét, azt hiszem, tehetsége van hozzá, hamarosan elkezdhetett tanítani. Browning mit tehetett mást, elmosolyodott, feleségéhez lépett és megcsókolta. A kicsi hamarosan megunta a zongorálást és más játékot keresett. Elizabeth ellágyultan nézte kisfia kecses mozgását és vállig érő aranyos fürtjeit. Azért ilyen napcsókolta a haja, mondotta, mert Itáliában született, ahol mindig süt a nap. A telet Rómában akarták tölteni, mert nem volt pénzük az utazásra. Elizabethnek a kiadója nem akart elszámolni a versek második kiadásával. Robert drámája, amelyet a Haymarket színház mutatott be, csak erkölcsi sikert aratott. A közönséget nem vonzottá finom hangú, de túlságosan lírai darab. Így meg kellett elégedniük néhány kirándulással, amelyet barátaikkal együtt tettek meg. Egy derűs napon nyitott kocsiban mentek ki,
Fiesole legmagasabb pontjára. Elizabeth leült egy mohával benőtt régi fal tövébe, és onnan nézett le a csodálatos völgybe, amelyben a varázslatos város úgy pihent, mint egy bölcsőben. Szíve egész melegével szerette Firenzét, ahol első igazi otthona volt, ahol a fia született. Forrón kívánta Toszkánának az annyira áhított szabadságot, gyűlölte Ausztriát és a pápát, akiért néhány éve még lelkesedett. A pápai akarat az agy, az Ausztria a kéz, amely még a lehetőségét is elfojtja minden szabad gondolatnak és cselekedetnek, mondogatta. Harmadik Napóleont Ausztria ellenes politikájáért is szerette. Úgy érezte, minden korbácsütés, ami az osztrákokat éri, közelebb viszi Itáliát a szabadsághoz. Firenzei tartózkodások alatt a régiek mellé számos új barát sorakozott. Ezek között volt William Story, egy amerikai ügyvéd, aki hazájában munkája mellett szobrászattal foglalkozott. Egy napon családjával együtt áthajózott Európába, különösen Itália érdekelte, itt akart tölteni néhány hónapot. De Firenze és Róma annyira elbűvölte, hogy soha vissza nem tért Amerikába. Elhatározta, hogy olasz földön telepszik le, és csak a szobrászatnak él. Szobraival sikereket ért el, bár nem volt igazi művész, csak amatőr. De új foglalkozásában és új körülményeiben sokkal boldogabb volt, mint Amerikában, noha szerényebb keretek között kellett élniük. Story életfelfogása nagyon sokban hasonlított Browning-ékéhoz. Egyiküket sem érdekelték az anyagiak, egyaránt lelkesedtek Itáliáért, és a művészetben találták meg az élet értelmét és harmóniáját. Storyéknak két kisgyereke körülbelül egyidős volt Penninivel, és a három gyerek kitűnően szórakozott, ha együtt volt. Pennini mulatságos játékokat eszelt ki, élénk fantáziája megmutatkozott ezekben a játékokban, amellett állandó derűvel szemlélte a világot, soha semmiért sem haragudott, és noha ő találta ki a játékokat, nem bánta, ha nem neki jut a vezető szerep, ezt átengedte Joe-nak. Storyékkal gyakran kirándultak. Elizabeth és Mrs. Story Szamáráton tették meg az utat, a férfiak mellettük lovagoltak. Egy alkalommal egész napos kirándulást tettek Firenze környékén, ahol egy régi kis kápolna romjai mellett megpihentek. A kirándulás nagyon kifárasztotta Elizabethet, de nem bánta. Azt mondta, a csodás kilátás megérte a fáradtságot. Ebből a kirándulásból született meg Browningnak a Kandallónát című verse, egyike a kevés, személyes hangú költeményeinek, amelyeket feleségéhez írt. Arra vitt utunk, kezembe kezed, az arcod arcomra simult, egymást váltott a kérdés, felelet, miközben szívemben vajúdva kigyúlt egy kérdés, egy még kevesebb. A vers további részében elképzeli, hogy öregkorukra együtt ülnek a Kandallónál, és emlékeznek a régmúlt időkre, a hegyi kirándulásokra, az együtt töltött boldog órákra. S figyelni a Kandalló mellett, ahogy bámulod némán a tüzet, mely a magas homlokról visszarogyog, s ahogy nyújtod keskeny kezed, szívem hogy ismeri mozdulatod. Vajda Endre fordítása. 1953 őszén Elizabeth kiadója nagyobb összeget küldött, így el tudtak utazni Rómába, ahová Storyék már előbb átköltöztek. Storyék béreltek lakást is számukra, teljesen kitakarítottak, befűtettek, meggyújtották a lámpákat, úgyhogy amikor Browningék beléptek a lakásba, Penini elragadtatásában és örömében énekelni kezdett. Elizabeth, akit nagyon meghatott barátai figyelme és kedvessége, és felvillanyozott kisfia öröme, együtt énekelt Penninivel. Az első este öröme másnapra gyászba feketedett. Storyék dajkája jelent meg a kora reggeli órákban, és magával hozta a kislányt. A kisfiú megbetegedett, és az orvos gyanította, hogy a betegség fertőző, így a két gyereket azonnal el kellett különíteni.
Alig volt pár órát a kis Edith Browningéknál, rosszul lett. Amikor megmérték, a hőmérő 40 fokos lázat mutatott. Elizabeth attól rettegett, hogy a kis Penini is megkapja a betegséget, amelynek nevét még akkor nem is tudták, csak sejtették, hogy az agyat támadja meg. A kis Joe másnapra meghalt, és Browningék első útja az örökvárosban a temetőbe vezetett, ahol a gyermeket Shelley sírja közelében temették el. Elizabethet annyira megrendítette az eset, hogy legszívesebben azonnal visszautazott volna Firenzébe, noha tudta, hogy Rómában szelídebb a tél, mint Firenzében. De erőt vett magán Storyék kedvéért. Szinte egész napját velük töltötte, és bár nem tudott vigasztaló szavakat találni, a meggyötört, kétségbeesett anya számára szenvedő együttérzésre nyújtott egy kevés vigaszt barátainak. Így teltek el az első hetek. A Browning házaspárt annyira lehangolt a Storyék gyásza, hogy még a városnézésre sem volt kedvük. Többnyire otthon ültek és dolgoztak. Elizabeth nagyon szerette új munkáját, már címet is adott neki. A hősnőről Aurore Leigh-nek nevezte el. Aurore olasz anya és angol apa gyermeke, gyerekkorát Itáliában tölti, de anyja és apja halála után szigorú nagynénéhez kerül Angliába. A nagynéni gondosan neveli, de nem érti meg a fiatal lányt, aki tele tehetséggel, fantáziával nem akarja az akkori idők fiatal lányainak szokványos életét élni. Félek, drágám, mondotta Elizabeth egy alkalommal férjének, hogy sok támadásban lesz részem Aurore miatt. Aurore lány létére ember akar lenni, és ezt férfi kritikusaink nehezményezni fogják. Nem szeretik, ha a nők öntudatra ébrednek, és még jobban felháborodnak, ha a nők nem elégszenek meg azzal a szűk területtel, ahová eddig száműzték őket, hanem ki akarnak lépni a világba, a férfiak világába. Bizonyára felháborodnak a kritikusok, felelte Browning, de ez csak azt jelenti, hogy nagyon is élő, eleven kérdést érintesz. És igazad van, sokkal többet teszel ezzel a nőkért, mint azok, akik hangzatos jelszavakat pufogtatnak, vagy azzal igyekeznek a nők jogait kivívni, hogy férfi módra élnek. Nagyon-nagyon szeretném már olvasni az Aurort. Mikorra készülsz el vele? Fogalmam sincsen. Azt hiszem, még egy évbe esetleg többe is beletelik, mire kész leszek. Talán ennél a munkánál megszegjük régi szabályunkat, hogy csak akkor mutatjuk meg, amikor teljesen elkészültünk vele. Hiszen nekem a te véleményed a legfontosabb. Abban tökéletesen megbízom. Amint befejezem az első részt, odaadom, olvasd el, és aztán igyekszem még szorgalmasabban írni. Talán kevesebbet kellene olvasnom, de az olvasásról nagyon nehéz lemondanom. És ha egy könyvet szeretek, többször kell elolvasnom. Így vagyok a Tamás bátya kunyhójával. Már tavaly megjelenésekor elolvastam, és azóta ki tudja hányszor. Legutoljára tegnap. Úgy szeretném megismerni Mrs. Bickerstaffot. Azt mondják, átjön Európába. Azt hiszem, a könyve sokkal többet tesz a rabszolga felszabadításért, mint a politikusok halsogó beszédei. Szeriánna írta a múltkor, hogy édesapád is elolvasta a regényt. Neki nem kellett szégyenkeznie, hogy valaha is vállalta a rabszolgatartók szégyen teljes szerepét. Elizabeth elhallgatott. Újra felvillant előtte gyerekkorából Emily néni és a riadt tekintetű, sokvarkocsos Lissi képe, majd hallotta Bró hangját, amit meséli. Harry szemembe vágta, rabszolgatartók vére csergedez ereidben. Mrs. Bickerstaff regénye megrázó írás, mondotta Browning. Nem csodálom, hogy olyan nagy hatást keltett az egész világon. Igaz, nem irodalmi remek mű, de egy társaságban, amikor a könyv gyengéit kifogásolták, Dickens azzal vágta el a vitát. Nincs igazuk, ez a könyv tökéletes. És ezzel, azt hiszem, mindent megmondott. A könyv megjelenéséig sokan nem is tudták, hogy Amerikában, a déli államokban még mindig nem törölték el a rabszolgasságot, és a külföldi lapok
élesen támadták az Egyesült Államokat. Evelyn Story mesélte, hogy éppen ezért mennyi támadás érte az írónőt. Ő azzal védekezett, hogy ember szeretete erősebb volt benne haza szereteténél. Megértem, tökéletesen megértem az álláspontját. Tudod, hogy a könyvét 20 nyelvre lefordították, és hatalmas példányszámokat ér el? Sőt, színdarabot is írtak belőle. Ha Londonba megyünk, feltétlenül megnézzük. Jelentette ki Elizabeth. Ugye téged is érdekel? Ki tudja, mikor megyünk Londonba? Jegyezte meg Browning kis mosollyal. Tudod, drágám, hogy a mi könyveink nem kelnek el milliós példányszámban. Elégedjünk meg egyelőre Rómával. Még meg sem ismerkedtünk a várossal. Nem szeretem Rómát, vallotta be Elizabeth, és sohasem fogom szeretni. Minden városban az első lépések a döntők. Érzem, hogy igazságtalan vagyok, hiszen olyan enyhe, simogató az éghajlata, olyan csodálatos kéken ragyog a nap, kékebben, mint Firenzében, de hidegen hagy minden szépsége. Goethe azt mondta Rómáról, hogy minden olyan, amilyennek elképzelte, és mégis minden új. Én nem érzem ezt. Számomra minden lélektelen. Vágyom vissza Firenzébe, az otthonunkba. A telet feltétlenül itt töltjük, mondotta határozottan Robert. A legfontosabb az egészséged, és tavasszal visszamegyünk Kázagidibe. Sztoriékat sem hagyhatjuk magukra, na meg Penninit sem rabolhatjuk el barátaitól. Pennini komoly érv volt Elizabethnél. Ezelőtt feltétlenül meghajolt. Penninek nagyon sok barátja akadt Rómában, a gyerekek kisebbek és nagyobbak egyaránt rajongtak érte. Egy házban laktak a híres amerikai festővel, William Page-el és feleségével, akik gyermektelenek voltak, és ezért valósággal bálványozták Penninit. A kisfiú 5. születésnapján ünnepi uzsonnára hívták a gyerekeket, hatalmas torta díszelgett az asztal közepén, a leghíresebb római cukrász készítette, és a közepén cukorból írták rá Penini nevét. Elizabeth maga öltöztette kisfiát az ünnepélyes alkalomra. Piros bársony kis zekét, hímzett fehér inget, piros bársony hosszú nadrágot adott rá, és a fejébe piros tollas kalapot nyomott. Drágám, Penini 5 éves lett, mondta Browning, amikor elkísérték a gyereket a vendégségbe, és rábízták vendéglátóira. Itt lenne az ideje, hogy rövidre vágassuk a haját, és... Robert elhallgatott. Már nem is tudta elmondani a többi kívánságát, hogy Elizabeth ne bársonyba, sejembe, csipkébe öltöztesse a fiát, mert felesége olyan sebzett tekintettel nézett rá. Levágassam Penini haját, kérdezte megdöbbenve. Ezeket a gyönyörű aranyfürtöket. Hová gondolsz, Robert? Hát nincsen szíved? Nem tudom, mi összefüggés van Penini haja és a szívem között, felelte sóhajtva Browning. Azt hiszem, nem tesz jót egyetlen gyermeknek sem, ha agyon cicomázzák és kényeztetik. Hát, a cicomázásban kicsit hibásnak érzem magam. Elizabeth bűnbánóan nézett férjére, és azt is belátom, hogy kényeztetem. De hogy kárára lenne, ezt nem látom be. Penini jó indulatú, derűs, jó természetű gyerek, aki mindenkiben bízik, aki a világtól csak szépet és jót vár. És ezt hidd el annak köszönheti, hogy kényeztetjük. Megszokta, hogy tőlünk csak jót kap, el sem tudja képzelni, hogy mások gonoszak vagy közönyösek legyenek hozzá. És mert ezzel a tudattal él, az emberek megérzik ezt, és valóban kedvesek, jók hozzá. Vagy te nem így látod? Ahogy így elmondott, drágám, tökéletesen igazad van. Robert tehetetlenül széttárt a karjait, és reméljük, hogy Penini kényeztetésünk ellenére is rendes emberré fejlődik. Ó, efelől egy csepp kétségem sincs, jelentette ki Elizabeth mély meggyőződéssel. Majd meglátod, valami csodálatos erő van benne, ami minden ember szívét feléje fordítja. Ugye te is így látod? Nem tudom, csak azt tudom, hogy benned van ilyen erő, felelte a férje, és olyan szorosan ölelte magához Elizabethet, mint a soha, soha nem akarná elengedni.
1854. májusában Browningék visszatértek Firenzébe. Elizabeth már márciusban szívesen búcsút mondott volna Rómának, de nem tehették, mert Mr. Page Robertet és Penninit festette. Miss Fox, egy amerikai festőnő pedig Elizabethről készített arcképet. Robert képmása kitűnően sikerült, de Pennini képét nem találta az elfogult anya elég szépnek. Hogy is találhatta volna, hiszen ahhoz az ő elragadtatott szemével kellett volna a festőnőnek a kisfiú csinos, megnyerő arcvonásait látni. Firenze, Róma után még jobban vonzotta Elizabethet. Az úton hazafelé menet megkérte a kisfiút, mondjon egy verset Firenzéről. Pennini gyakran beszélt rímekben, és most is, minden különösebb fáradtság nélkül rögtönzött egy költeményt szülővárosáról. Firenze a legszebb város, a legjobban szeretem, utána jön Róma, Párizs, azokat is kedvelem. Elizabeth mosolyogva vonta magához Penninit, aki nagy, kék szemét komolyan anyjára emelve kérdezte. Folytassam a verset? Nem, drágám, ez így elég, és így szép, felelte Elizabeth, és Robertre nézett, büszkén, boldogan. A nyár nagyon forró volt, de anyagiak hiány ebben az évben nem csak a londoni utat nem engedhették meg maguknak, hanem még Bányi Dilökcsában sem bérelhettek villát. A hajós társaság még nem fizette ki ez évi osztalékát, a könyveikből semmi jövedelmük nem volt. A Kázágidi ablakaiból mindössze néhány száz példányt adtak el, Robert verseivel ugyanez volt a helyzet. Mind a mellett, hogy sehová sem utazhattak, kellemesen töltötték a napokat. Este felé nagy sétákat tettek, a barátok gyakran felkeresték őket, kocsit küldtek értük, és kocsin látogatták meg az angol-amerikai kolónia távolabb lakótagjait. A nyár és ősz harmóniáját csak a krími háborúról érkezett szomorú hírek zavarták meg. Az oroszok Törökország ellen indított támadó hadjáratában Anglia és Franciaország szövetségre lépett, és együttesen segítették Törökországot. Elizabethnek két rokona vett részt a háborúban, és a társaságnak alig volt olyan tagja, aki ne aggódott volna valamelyik hozzátartozójáért. Amennyire borzalmasnak találta Elizabeth a háborút, amely százezreknek gyászt és szenvedést hoz, annyira örült, hogy hőse, harmadik Napóleon meg tudta nyerni az angolokat, hogy szövetségesként együtt harcoljanak az oroszok ellen. A háború alatt mind több és több szó esett Florence Nightingale-ről. Elizabeth emlékezett rá, amikor Angliában jártak, Mr. Kenyon-nél találkozott vele. Azonnal megszerette, talán azért is, mert bár angol szülők gyermeke volt, Firenzében született, és nevét is a városról kapta. Florence Nightingale már fiatal lány korától kezdve a betegápolást tanulmányozta, és nem csak Dickens regényeiből, személyes tapasztalatból is tudta, hogy Anglia kórházai milyen elmaradottak. Németországban tanulta a betegápolást, és hazájába visszatérve könyvet adott ki a kórházakról címmel. Amikor kitört a krími háború, a győzelmi jelentések mellett arról is érkeztek hírek, hogy a sebesültek gondozás nélkül hevernek a szabad ég alatt, sebláz, bérmérgezés és tífusz pusztít közöttük, mert nincsen ápolójuk. És ekkor Florence Nightingale felajánlotta a hadügyminiszternek, hogy önkéntes ápolónőkből kis csapatot szervez, és kimegy a harctérre. A hadügyminiszter boldogan fogadta el Florence ajánlatát, de a Viktóriakor álszent erkölcsű hölgyei felháborodtak. Fiatal nőknek nem illik a harctérre menni, ahol csupa férfiak vannak. Elizabeth csak mosolygott, amikor a barátaiktól kapott levelek beszámoltak az angol jobb társaság felzúdulásáról. Természetesen sem Florence-t, sem 38 lelkes társnőjét nem befolyásolta a jobb társaság véleménye. Hajóra szálltak, és Franciaországon át Scutariba készültek. Amikor Bolonyban kikötött a hajójuk, már a halásznép közé is eljutott a hír, hogy hová indul a 39 nő. A halászfeleségek a hajóra siettek, megragadták a lányok podgyászát, átvitték a másik hajóra, és nem fogadtak el érte pénzt. A lányok hajója már messze tűnt,
de még egyre hallatszott a halászok éhenzése. A firenzei angol kolónia több tagja azt állította, hogy Florence Nightingale és társainak hősies áldozatvállalása újabb lépés a nők jogaiért vívott harcban. Elizabeth azonban még többre értékelte bátor vállalkozásukat. Senki sem akadályozta meg eddig sem a nőket a betegápolásban, mondotta, és azzal, hogy a nők ápolónők lesznek, még nem oldottuk meg a nőkérdést. Miss Nightingale az ápolásnál sokkal többet tud, ezt megmutatta nem csak kitűnő könyvével, hanem azzal, hogy megszervezte és elindította az első ápolónőcsoportot. Ő szervezésre és vezetésre képes, két olyan tulajdonság, amelyekről eddig azt állították, hogy csak a férfiak rendelkeznek vele. Amint hűvösödtek a napok, és mind több időt töltöttek a szobában, az 5,5 éves Penini életében döntő fordulat következett be. Tanítani kezdték. Természetesen nem adták iskolába, és tanárt sem fogadtak mellé, ez nem csak az anyának, de az apának sem jutott eszébe, hiszen Browningot is szülei tanították, és még idősebb korában sem tűrte az iskola fegyelmét. Peninit reggel édesanyja 1 órán keresztül tanította írni, olvasni, számolni, később édesapja zongoraórát adott neki. Penini nagyon elcsodálkozott, amikor az órák naponta szabályos pontossággal megismétlődtek, hiszen gyakran gyönyörűen sütött a nap, és a kisfiúnak kedve lett volna kiszaladni a teraszra, labdázni vagy teknős békáit etetni. És ehelyett bent kellett ülnie a szobában és anyjára figyelni. Édesanyukám, drága kisbém, mondta gyakran lágy, behízelgő hangján, hagyjuk abba! Nem lehet, kisfiam! Elizabeth a leckeórák megtartásában nagyon következetes volt. Ha nem tanulsz meg olvasni, nem olvashatod el azokat a gyönyörű meséket, amelyeket tőlünk hallottál. Ó, hát azokat ti úgyis elmondjátok nekem, felelte könnyedén Penini. Meg Wilson is tud mesélni. Szerencsére Penininek nagyon gyors volt a felfogása, és rendkívül ügyes a keze. Noha nem igen gyakorolta az írást, szép, formás betűk kerekedtek ki ujjai alatt. A zongorával hasonló volt a helyzet. Nagyon szerette a muzsikát, szívesen ütögette le a zongorán az egyes hangjegyeket, elbűvölten hallgatta, ha édesapja játszott, de nem sok türelme volt a skálázáshoz. Elizabethnek, amikor elnézte apró kezét, amint igyekszik átfogni a billentyűket, könnybe lábadt a szeme. De nem sok ideje volt az elérzékenyülésre. Perini felugrott a zongora mellől, és már szaladt is kifelé. Az ajtóban megállt, csókot dobott édesanyjának, aztán már el is tűnt. Futott ki a szabadba játszani. Hiába, napfényben és napfényre született, állapította meg Elizabeth, és a saját gyerekkorára gondolt. Igen, míg kicsi volt, ő is szaladt, fékeszeretlenül lobogó szabadságvágyjal ki a szabadba, a parkon, a folyón túl, a kis erdőbe. Csak Arabel és Henrietta maradtak otthon. Ott ültek illedelmesen Miss Orme mellett, gyakorolták a négykezest, vagy festegettek, kézi munkáztak. Talán jobb lett volna, ha nem ilyen engedelmesek, ilyen fejet hajtók. Igaz, Henrietta kiszabadult az engedelmesség hálójából, de hány évet pazarolt el, hány vissza nem térő évet. Arabel pedig még mindig olyan türelmesen és engedelmesen hajt fejet, mint kislány korában. Nem baj, nem baj, hogy az ő kisfia szabadságra vágyik, hogy önálló akarata van, és hogy az örömét keresi. Az első kötelesség után az első szomorúság is jelentkezett Penini életében. Flash, a hűséges, aranyos pajtás, aki olyan volt a kisgyerekhez, mint egy idősebb testvér, kimúlt. Az utolsó években már nem volt az a vidám, gondtalan, örökké száguldó, lelkendező jószág, de még mindig sok örömet telt benne az egész családnak. Elizabeth különös szeretettel ragaszkodott hozzá, múltjának egy darabja volt, aki megosztotta vele a betegszoba füllett, áporodott levegőjét, társa volt a magányosságban, féltékenyen acsarkodott mindenkire, akit úrnője szeretett, különösen Robertre, de végül Roberttel is megbékélt.
Penini vigasztalatlanul zokogott, szólítgatta az állatot, és mikor az nem mozdult, még keservesebb sírásra fakadt. Elizabeth is nehezen tartotta vissza könnyeit. Eszébe jutott az a tavaszi nap, amikor Miss Mitford először hozta el a kutyát a Wimpole Streetre. Milyen örömet szerzett vele, mennyi gyengédséget, hűséget kapott az állattól, és visszaemlékezett a versre, amit egyszer hozzáírt, amikor nagyon boldogtalan volt. Nézd ezt a kutyát! Tegnap este árván s ügyet se vetve rá, a néma csöndben elábrándoztam, megeredt a könnyem, és ekkor nedves arcom mellett a párnán egy faun fej tűnt fel, egy szőrös szatírfő szinte hozzám ért. Csillogó tekintet tűzött szemembe, sóváran és lecsüngő bodros félfüle arcomra legyintett. Én felszökkentem, mint a nimfa rebben, a szatír tör rá a görögligetben. Egy faun? Nehogy! Flash volt! S még puha gyapja szivárgó könnyeimet fölitatta. Téged dicsért mosolygó énekem. Pán, állatírhás, égi szerelem. Rónai György fordítása. Míg halkan suttogta a verset, akaratlanul is végig csurogtak a könnyek az arcán. Penini anyjára nézett, megdöbbent, és abba maradt a sírása. Még sohasem látta édesanyját sírni. Elizabeth elszaladt, két karjával átfogta a nyakát, és vigasztaló, beszéző hangon mondta. Anyukám, édes kis bém, ne sírjál, látod, már én sem sírok. De csak idáig tartott az ereje. A következő pillanatban befúrta fejét az anyja ölébe, és fájdalmas zogogással siratta hűséges kis pajtását, Flasht. Hatodik fejezet. 1855. júniusában, amikor a Browning család hajóra szállt, hogy először Párizsba, majd Londonba menjen, Ferdinando Romagnolit, a ház hűséges inasát is magukkal vitték. Ferdinando Wilson eljegyzett vőlegénye volt, de Itáliában nem találtak papot, aki az anglikán vallású Wilsont megeskesse Ferdinandóval. Penini öröme határtalan volt, amikor megtudta, hogy Ferdinando is velük jön. Anyukám, te kit szeretsz jobban, Ferdinándót vagy engem? Kérdezte az úton édesanyjától. Téged, kicsim, felelte őszintén Elizabeth, nem is sejtve, hogy megjegyzése, milyen vihart kelt kisfiában. Engem! Pittyett le Penini puha vonalú, érzékeny kis szája. Amikor Ferdinando annyit, de annyit dolgozik, én pedig csak egy haszontalan kisfiú vagyok, aki sokszor nem fogad szót, és kárt is csinál. Igen, kárt csinál, ismételte komolyan. A múltkor is eltörtem egy csészét. Anyukám, azt hiszem, Ferdinándot jobban kellene szeretned, már azért is, mert neki nincsen anyukája. Elizabeth alig győzte megvigasztalni Peninit, és megígérte, hogy, ha nem is jobban, minden esetre nagyon fogja Ferdinándot szeretni, már csak azért is, mert Wilson férje lesz. A házasság nem egy könnyen jött létre. Párizsban is nehezen lehetett papot találni, aki az anglikán Wilsont megeskedte katolikus szerelmesével. Szegény riatlány nem értette, hogy mit követel tőle a pap, amikor alá kellett írnia, hogy születendő gyermekeik katolikus vallásúak lesznek. De nem merek édesanyám szem elé kerülni, ha nem keresztelik meg a falunkban a gyermekeimet, sírdogált Wilson, és csak akkor volt hajlandó aláírni a papírost, amikor Elizabeth halkan figyelmeztette, hogy emlékezzék vissza, ő mit vállalt, amikor férjhez ment Roberthez. Ó, oh, Mr. Browning! Mr. Browningért érdemes volt, mindent érdemes volt! Sóhajtott fel szegény Wilson, és állítatos pillantással nézett végig gazdáján. Majd tekintete olajbarna bőrű, jámbor mosolyú vőlegényére esett. Hát igen, mondta végül beledgyezően, aláírom, talán a mi papunk nem lesz olyan kegyetlen, és ő is megkereszteli majd a kicsinket. Wilson esküvője után Browningék újabb esküvőn vettek részt. Szállodájukba érve Elizabeth legnagyobb meglepetésére öccse Alfred várt rá. Alfred zavarban volt, beletelt egy negyed óra is, mire bevallotta, hogy tanúnak szeretné meghívni Robertet esküvőjére. Majd, látva a nővére elképett arcát, közölte,
A párizsi angol követségen másnap házasságot köt unokatestvérével, Lizzy Barrettel. A fiúk közül az első lázadó, budjant ki Elizabeth ajkán az elismerés, majd hozzátette. Szegény Arabel! És húgára gondolt, aki csendesen, megadóan él a Wimpole Street-en, és minden újabb szökés, minden újabb lázadás csak az ő sorsát nehezíti. Vajon édesapa tudja? Ha tudja, nyilván ugyanúgy kitagadja Alfredet, mint lázadó lányait. Alfred kiolvasta Elizabeth szeméből az el nem hangzott kérdést. Levelet írtam édesapának, hogy meg szeretnék házasodni, mondta félszeg mosolyjal. Tudod, Bé, a levél szinte hagyománynak számít nálunk. Te is levelet írtál, Henni is, követtem példátokat. És? Robbant ki a kérdés Elizabethből. És? A válasz pontosan ugyanaz volt, mint nálatok, felelte Alfred. Apa levelében röviden közölte, hogy soha többé nem léphetem át a ház küszöbét, és épp úgy kitagad, mint benneteket. Mondanom sem kell, Bé, hogy ez mennyire fájdalmas, nem csak érzelmi, hanem anyagi szempontból is. Lizinek semmi sincs, hiszen szülei rég elhaltak, és az én fizetésem nem nagy. De majd szerényen élünk. Hidd el, bármilyen szerényen, sőt szegényesen kell élnünk, nem bánom. Sokat töprengtem, megtegyem-e, megmerjem-e tenni ezt a lépést. Azután rád gondoltam, meg Henriettára. Ti, lány létetekre, szembe mertetek szállni apánkkal. Különösen Henriettát bámultam, akinek semmi magánvagyona nem volt. És akkor én férfi létemre húzódjam meg gyáván a Wimpole Street-i rács nélküli börtönben? Nem, ezerszer nem. És a többiek? A többiek sohasem lázadnak fel? Kérdezte Elizabeth csendesen. Nem mertek, vagy nem is akartak. Amikor 3 év előtt Londonban jártam, szerettem volna megkérdezni tőlük, de végül mégsem kérdeztem, mert mit is felelhettek volna. Őszintén szólva, egyikük sem beszélt soha arról, hogy meg szeretne házasodni, pedig George sokat járt társaságba, de ott úgy kezelik, mint megrögzött aglegényt. Henry és Charles John az év nagy részét Jamaikában tölti. Septi meg Oki pedig még most is úgy félnek apánktól, mint kiskorukban, ha betörtek egy ablakot. Ők még ma is otthagyják a színházi előadást vasárnap délután, ha az 7 után ér véget. Még sohasem késtek el a vacsoráról. Szegények. Csak Arabel sajnálatra méltóbb náluk, sóhajtott fel Elizabeth, akinek még egy csepp napfény sem jutott. A szegényei, betegei, árvái, meg a Wimpole Street között telik el az élete, és édesapának még eszébe sem jut, hogy mennyivel rosszabb sorsa van, mint akár Minninek, a házvezetőnőnknek. Lizzy Barrett nagyon zavarban volt, amikor vőlegénye elhozta Elizabethhez. Kezet akart csókolni híres unokanővérének, és Robert előtt kislányos pukedlit vágott. Pennyvel szemben azonban levetette félszegségét, és mindjárt megnyerte szívét néhány papírosból kivágott öltöztető babával. Utána még árnyképeket játszottak. Lizzy ügyes kézzel mindenféle állatot varázsolt a falra, és még a hangjukat is tudta utánozni. Milyen ügyes kezed van, Lizzy, mondta elismerően Robert. Nem próbáltál még festeni? Sohasem volt pénzem rá, válaszolta a fiatal lány kis sóhajjal, pedig nagyon szerettem volna. Aztán meg Edward bácsi azt mondta, hogy szegény lánynak nincs szüksége felesleges tudásra. Szerettem volna megtanulni varni, de azt sem engedte, egy Barrett lány nem lehet varónő, jelentette ki. Pedig minden ruhámat magam varrom. Mennyivel könnyebb lett volna, ha megtanulom a varrást és szabást, így mindig remegek, amikor belevágok az anyagba. Elizabeth elgondolkodva nézte Lizzyt. Édesapja volt a gyámja, amióta árvaságra jutott. Egy darabig náluk élt, majd egy másik nagynénynél kallódott. A férfinak születik, feltétlenül tanul valamit, hogy meg tudjon élni. De mert lánynak született, méghozzá úgynevezett jó családból való lánynak, sorsán nem változtathatott. Szegény rokontként élt náluk, majd másutt, és ha Alfred nem veszi feleségül, élete végéig életet volna kegyelem kenyéren. De Alfred fizetése nagyon kevés. Hogy is mondta Mary Wollstonecraft már a múlt század végén? Ne az határozza meg, hogy ki milyen foglalkozást választ, hogy nő-e vagy férfi,
hanem egyedül a képessége. És mi a helyzet? Ha valaki felemeli a hangját a nők érdekében, ha azt kívánja, hogy ne száműzzék őket a háztartásba, engedjék tanulni, dolgozni, fejlődni, akkor a férfi társadalom felháborodik. Rendbontónak, világfelforgatónak nevezik azt a férfit, aki ilyen ötlettel hozakodik elő. Ha pedig egy nő mer szót emelni nőtársai érdekében, erkőstelennek bélyegzik, hiszen az otthon védett falai közül az életbe akarja taszítani a nőt, ahol sok kísértés éri. Pedig mennyivel erkőstelenebbek azok a nők, akik gyakran szerelem nélkül azért mennek férhez, hogy legyen, aki eltartsa őket. A házaspár sokat töprengett azon, mekkora összeget adhatnak Alfrednak és fiatal feleségének, hogy legalább a kezdet nehézségein átsegítsék őket. Maguk is szűkében voltak a pénznek, de szerencsére Elizabeth Amerikából 50 fontot kapott verseinek harmadik kiadásáért. Erre az összegre egyáltalán nem számított, és boldogan adta oda a fiataloknak. Alfred után te vagy az első, aki jó hozzám, Elizabeth. Lizzie elcsuklósírással borult Elizabeth nyakába. Nem is tudom, miért vagy ilyen jó. Talán, mert nagyon boldog vagy. Azt kívánom, legyél mindig ilyen boldog, vagy ha lehet, még boldogabb. Amikor Browningék Londonba értek, köd, eső és a csípős keleti szél fogadta őket. Elizabeth azonnal köhögni kezdett. Ferdinando, az ifjú férj, mély megdöbbenéssel nézte a ködben úszó várost, az egykedvűen ballagó, esernyős, sárcipős angolokat. Szegények, mondta őszinte sajnálkozással, ezeknek itt kell élniük. És összerázkódva lehúnyta a szemét. Látni sem akarta a vigasztalan utcát, az olmos, ónos esőtől szürke köveket. Ezében nem kellett a Browning családnak bérelt lakásban lakni, mert Mr. Kenyon felajánlotta házát számukra. Ő maga Bight szigetén töltötte a nyarat, a tél folyamán sokat betegeskedett, orvosai azt remélték, hogy a sziget levegője és csendje visszaadja erejét és egészségét. Különösen a sok vendégtől féltették betegüket, azért küldték el, hiszen Mr. Kenyonnál bármilyen gyengén érezte is magát, a szokásos heti ebédeken éppen annyian jelentek meg, mint amikor még egészséges volt. Mr. Kenyon személyzetét is Elizabeth-ék rendelkezésére bocsátotta, és a fényűzően berendezett, gyönyörű palotában, amelynek ablakai a Regent Parkra néztek, a házaspár eleinte félszegen mozgott. Különösen Penny gátlás nélküli jókedvétől és játékaitól féltették a bútorokat, a süppedő szőnyegeket, velencei üvegcsillárokat. Szerencsére Arabel, amint tehette, magával vitte unokaöccsét a Wimpole Streetre. És érdekes módon a kisfiú jobban érezte magát a komor, barátságtalan házban, mint a csupa napfény, csupa csillogás palotában. Talán mert érezte, hogy szülei milyen aggályos tekintettel kísérik minden mozdulatát. Elizabeth bár 3 év előtt megfogadta, hogy nem keresi fel régi otthonát, ahová csak lopva súranhat be, mint a tolvaj, mégsem tudott ellenállni a kísértésnek. Alig, hogy Arabel elvitte Penny-t, ő is utánuk ment. Robert szokása szerint semmit sem ellenzett, amit felesége tett, de Elizabeth tudta, hogy férje nem helyesli ezeket a kirándulásokat. Július végén Arabel kétségbe esetten közölte nővérével, hogy édesapja tudomást szerzett Browningék itt létéről, és ezért, szokása szerint, levélben közölte, hogy nyári lakást bérelt White szigetén, Ventnorban, ahová az egész családnak el kell mennie. Arabel, aki sok-sok év alatt megszokta apja önkényeskedését, most fel akart lázadni. Kijelentette, hogy nem tesz eleget az apai parancsnak, inkább elmegy Jane nénihez Torquaybe, és soha többé nem tér vissza a Wimpole Streetre. Ez a fellángolás természetesen csak rövid ideig tartott. Szegény lány hamarosan belátta, hogy nagynénénél nem kaphat menedéket. Az ijedős Jane néni talán be sem meri fogadni a lázadót, és ha be is fogadja, az csak ideig óráig tarthat. Majd meglátogatunk Ventnorban, ígérte Elizabeth, hiszen Mr. Kenyon a sziget északi részén West Coast-ban tölti a nyarat, és talán Henriettának is sikerül odajönni.
Nem hinném, mondta Arabel szomorúan. Henninek minden penny kiadást alaposan meg kell fontolni. Sartis fizetéséből nagyon nehéz három gyereket eltartani. Hát a Henrietta nem tud bent Norba jönni, mi látogatjuk meg őt, határozta el Elizabeth. Nem tudom, hogyan oldjuk meg anyagilag a sok utazást, de nem mehetek úgy haza, hogy ne lássam a húgomat és a három kicsit. Azt hiszem, Henrietta is meglepődött, amikor tavaly ikrei születtek. Azt írta, hogy határtalanul boldog ő is, Sartis is. Arabel szeme könyvbe lábadt. Ó, hát nem rettenetes ez, Bé, hogy sohasem láttam még Henrietta otthonát, nem ölelhettem meg a gyerekeit. Minden szeretetemet, minden gyengétségemet idegeneknek adom. Már most borzadva gondolok arra, mi lesz, ha elutaztok, és nem láthatom Penninit. Milyen jó vagy, hogy elengeded minden nap a Wimpole Streetre. A fiúk most minden délután otthon töltenek, várják a percet, amikor beállítok a gyerekkel, és a hallban olyan labdacsaták dúlnak. Elizabeth másnap tanúja volt egy ilyen labdacsatának. Minni az inassal együtt megállt a hallajtóban, onnan nézték gyönyörködve a kecses mozgású, fürtös kisfiút, aki vidáman gurigázta a piros pöttyös labdát, és nagyokat sigongatott örömében, ha a labda a kandallóba gurult. Elizabeth egy darabig nézte kisfia önfelett örömét, azután felsietett Arabellel együtt annak szobájába. Alig ültek ott néhány percet, a jól ismert, nehéz léptek hallatszottak a folyosón. Arabell elsápadt. Édesapa itthon van, suttogta kiszáradt ajakkal. Ezt nem tudtam, most mi lesz? Az ajtóhoz lépett, ki akarta nyitni, de nem volt annyi ereje, hogy lenyomja a kilincset. Elizabeth a rémülettől mozdulni sem tudott. Arabell végre erőt vett magán, és amikor a lépések elcsendesedtek, félig kinyitotta az ajtót, és kikémlelt. Mr. Barrett megállt a hall lépcsőnél, hideg tekintettel nézte a bársonyruhás kisfiút. A gyerek a nagy játékban észre sem vette nagyapját, de George és Septi felfigyeltek apjukra. George, gyere ide! Recsent Mr. Barrett hangja. Penny felkapta a fejét, csodálkozó tekintetet vetett az öreg úrra, majd amikor látta, hogy az nem törődik vele, tovább játszott. George némán ment fel a lépcsőn. Ki ez a kisfiú, George? Kérdezte Mr. Barrett ridegen. Elizabeth-é, válaszolta George csendesen. És mit keres nálunk? Hangzott az újabb kérdés. De mielőtt George felelhetett volna, apja visszament a szobájába, és becsapta maga mögött az ajtót. Olyan erővel csapta be, hogy a képek megremegtek a falon. Penny csak most vette észre, hogy egyik játszópajtása eltűnt. George bácsi, hol vagy? Kiáltotta. Kivel beszéltél? A nagyapáddal, felelte George önkéntelenül. A nagyapámmal, de hiszen nonno nyugrozban lakik, jelentette ki a kisfiú megfellebezhetetlenül. Elizabeth megborzongott, amikor a félig nyitott ajtón keresztül hallotta Penny szavait. A másik nagyapáddal, mondta kis sóhajjal George. Penny nem kérdezősködött tovább, felkapta a labdát és a magasba dobta. Csak este, amikor már lefektették, és édesanyja elbúcsúzott tőle, akkor ült fel ágyában, átfogta anyja nyakát, és így szólt. Anyuká, akármilyen rossz voltál, és akármilyen szép pázát törtél is el, menj oda nagypapához, és mondd neki, apukám, én ezentúl jó leszek, nagyon jó leszek. Elizabeth görcsösen szorította össze remegő ajkait, és nagyon sokáig nem tudott megszólalni. Végtelen erőfeszítéssel tartotta vissza könnyeit. Penininek nem szabad látni, ahogy sír. Végül, amikor a gyerek nem vette le róla szemét, és figyelő tekintettel várta a választ, összeszedte magát, és így szólt. Szót fogadok neked, kisfiam, megpróbálok úgy tenni, ahogy tanácsoltad. Robert a szomszéd szobából hallotta anya és fia beszélgetését, és amikor Elizabeth belépett, magához vonta, és csendesen csak ennyit mondott. B, ne fogadj szót Penininek, nyugodj bele a megváltoztatatlanba. Nem tudok belenyugodni, Robert, drágám, nem tudok. Elizabethet most már elhagyta magára erőszakolt ereje, és heves zokogásban tört ki. Eddig azt hittem, hogy ha apám haragszik is rám, haragja egyszer feloldódik,
és mögötte még nem égett ki a szeretet, és reméltem, hogyha meglátja a kisfiamat, felébrednek benne a gyerekkor emlékei. De ma, amikor meglátta Penninit, hangja a legteljesebb közönyt fejezte ki. Nem haragszik rám, nem gyűlöl, nem szenved sem utánam, sem miattam. Nem mondhatom, hogy meghaltam számára, hiszen a halottakat nem felejtjük el. A halottakért szenvedünk. Azt gondolom, hogy kitörölt emlékezetéből mindent, ami rám vonatkozik. Mint a sohasem lettem volna. Lehetséges ez? Nem tudom, B, nem tudom. Csak azt mondhatom, hogy apád beteg. Súlyosan, gyógyíthatatlanul beteg. És betegségével megfertőzte majdnem az egész családját. Ne haragudj, én még szánni sem tudom, csak gyűlölni. Gyűlölni, mert szenvedést okozott, és még okoz ma is neked. A Barrett család néhány nap múlva Ventorba utazott. És a 40 éves Arabelnek egyetlen szava, egyetlen ellenvetése sem lehetett. Browningék még Londonban maradtak. Robert új verses kötetének megjelenését várta, Elizabeth pedig verses regényét írta. Londoni útjuk előtt azt hitte, hogy Londonban majd a kész kéziratot adja át a kiadónak, de a munka nagyobb lélegzetű lett, mint gondolta. Sok töprengéssel, kétkedéssel írta, félt a közönségtől, vajon megérti-e majd mondani valóját, és még jobban félt a bírálattól. Bár a kritika mindig szeretettel fogadta írásait, mégis haragudott a kritikusokra, akik férje verseit vagy közönnyel, vagy jó akaratú válveregetéssel intézték el. Elizabeth tudta, hogy Robert költészete mélyebb, időtállóbb és értékesebb az övénél, és végtelenül bántotta mind a közönség, mind a kritika értetlensége. Augusztusban először Mr. Kenyont látogatták meg West Coast-ban, aki orvosa felügyelete alatt töltötte ott a nyarat. Elizabeth szívét fájdalom szorította össze, amikor öreg barátját lefogyva, legyengülve viszont látta. Az öreg úr megkeskenyedett arcában csak a szeme élt, és az egykor csillogó, derűs tekintet, ha fátyolosan megtörten is, de éppen olyan szeretettel nézett kedvencére, mint régen. Élenken érdeklődött Elizabeth és Robert írásai után, és halvány mosollyal köszönte meg, hogy Elizabeth új verses regényét neki ajánlja. Vajon megérem-e, mire elkészül vele? Gondolta eltűnődve. Westcoffs után Browningék Ventnorba mentek. Penini legnagyobb örömére. A kisfiú már nagyon nélkülözte jókedvű nagybátyjait, akik maguk is visszavedlettek gyerekké, amikor unokaöccsükkel játszottak. És elégedetten állapították meg, hogy Elizabeth hiába járatta díszes ruhákban kisfiát, hiába nem engedi meg, hogy lenyírják vállig érő aranyos fürtjeit, Penini éppen olyan egészséges, pajkos, sőt bátor gyerek, mint bármelyik angol kisfiú. A nyaralóhelyen a nagyobb fiúk csúfolták hosszú haja miatt. Penini egy darabig csak hallgatta gúnyolódásokat, végül megunta, és odalépett a legnagyobbhoz, aki legalább 12 éves lehetett. Ne legyen szemtelen, uram, mondotta, és felemelte kis öklét. Különben megmutatom, hogy férfi vagyok. A vöröshajú, szeplős angol gyereknek még a szája is tátva maradt a csodálkozástól, amikor az apró, gondosan öltöztetett aranyfürtös kisfiú öklét mutogatta neki. Talán még neki is megy, ha nem látja, hogy George a háttérben áll, és vigyázó szemmel figyeli a jelenetet. Így megelégedett azzal, hogy megvetően végignézett Penninin, és csak annyit mondott. Na nézd ezt a kis vakarcsot! Elizabeth, amikor meghallotta, hogy kisfia milyen bátran viselkedett, megkérdezte, mi lett volna, ha az idősebb és nyilván sokkal erősebb fiú alaposan elveri. Nem bántam volna, felelte Penini habozás nélkül. Én az igazamért harcoltam volna, és az igazságért mindig harcolni kell. Látod, drágám, suttogta Elizabeth boldogan a férjének. Penininek nem árt meg az én túlzott cicomázásom, sem az, hogy nem engedem levágni a haját. Így hát ezentúl ne haragudj, hogy olyan hiú anya vagyok. Haragudni? Hát tudnék én rád valamiért is haragudni? Kérdezte Robert csodálkozva. Csak azért haragszom, ha nem eszel eleget és sovány vagy. Vágysziget éghajlata jót tett Elizabethnek, jobb étvágya volt,
de Arabellel együtt örök remegésben töltötték a napokat, féltek, hogy Mr. Barrett váratlanul beállít. És amikor 2 hét után Browningék Towntonba készültek, szegény Arabella fogadkozott, hogy ő is felük megy. Már össze is csomagolt, és elhatározta, hogy azt mondja édesapjának, hogy Jane nénihez utazik pár napra. De az utolsó pillanatban elszállt a bátorsága. Míg visszarakosgatta az összecsomagolt bőrön tartalmát, bús mosolyjal gondolta, hogy csak egy becsomagolt bőröndre futott a nagy nekirugaszkodásból. A következő lépést már nem meri megtenni. Igaz, hogy ismerné? B és Henrietta mellett egy férfi állt, amikor elmenekültek. Ő azonban teljesen egyedül van. Mondd meg Henninek, hogy sokszor, nagyon sokszor csókolom a gyerekeivel együtt. Búcsúzott a szegény leány sírva nővérétől és Pennytől. És ha lehet, jöjjön Londonba. Én Towntonba soha, de soha nem látogathatom meg. Towntonban Henriettáék szép, tágas házban laktak, és a berendezés nem is volt fényűző, az otthon barátságos levegője érződött a napfényes szobákban és az ápolt, gondozott kertben. A 3 pufók szőke kisgyerek mindannyiuk szívét megnyerte. Penini, mint komoly unokabáty, barátságosan, de leereszkedően viselkedett kis unokatestvéreivel, és néha olaszul egy-egy megjegyzést tett rájuk. A 3 éves áltám bámuló szemmel figyelte az idegen beszédet, majd sírva panaszolta, hogy nem érti, hogy mit mond Penini. Te kis csacsi, mondta Penini jó akaratúan, azt mondtam, hogy derék kisgyerek vagy. Elizabeth elnézte kisfiát, amint a 3 kicsivel játszik, és arra gondolt, milyen kár, hogy Penininek nincsenek testvérei. Talán akkor ő sem kényeztetné ilyen fenntartás nélkül. Néha maga is nyugtalankodott, hogy soha nem tud nemet mondani Penini egyetlen kívánságának sem, hogy soha semmit meg nem tilt neki. De hamar elcsitította a nyugtalanságát, hiszen Penini minden kényeztetés mellett is jóindulatú, jószándékú gyerek és maradéktalanul boldog. Gyakran mondotta Robertnek, hogy nem igaz, hogy a nehéz gyerekkor megedzi, erősebbé teszi az embereket. Éppen a boldog gyerekkor ad erőt az élet későbbi nehézségeinek elviselésére. Robert ilyenkor mosolygott és nem nyilatkozott. Nem akarta megbántani feleségét azzal, hogy a boldog gyerekkorhoz nem feltétlenül szükséges a hosszú, lányos haj és a csipkével díszített bársonyruha. Még Towntonban voltak, amikor Robert verseskötete megjelent. A kiadó gratuláló levelet írt a költőnek, és közölte, hogy ezt a kötetet tartja Browning legérettebb, legszebb munkájának. Elizabeth azt remélte, hogy a kritikusok most az egyszer abba hagyják a fanyalgást, és érdemük szerint méltatják a verseket. De hamarosan rá kellett döbbenniük, hogy a kritika ez alkalommal is értetlen közönnyel bánt a költővel. Browningot nagyon bántotta a kritikusok lekicsinylő, válveregető hangja. A kötet megjelenése előtt éppen Szordellóját dolgozta át, amelyet ifjúkorában írt, és később saját maga is érthetetlennek minősített, de a barátságtalan kritikák után abba hagyta a munkát. Teljesen kedvetlenné vált. Elizabeth, aki lázasan írta az Ororli utolsó fejezetét, attól félt, hogy ez a kudarc megöli férjében a költőt. Milyen kár, hogy nem szereted a könnyű irodalmat, mondta egy alkalommal, amikor munka után éppen, ki tudja hányadszor, Dumas Monte Cristóját olvasta. Nekem teljes pihenés, kikapcsolódást jelentenek ezek a könyvek. Próbáld meg te is, hát ha lekötne téged is Dumas vagy Eugène Sue. Nem hinném, drágám, felelte Browning. Inkább megpróbálok rajzolni. Ha Párizsba megyünk, apám és Sarianna is velünk jönnek, és majd apámmal együtt bejárunk a Louvre-ba rajzolni. Párizsban csak néhány hetet töltöttek, míg Elizabeth befejezte nagy munkáját. Sietve elküldte a kiadónak, és már is utaztak haza Itáliába. Robert féltette feleségét a közelgő téltől. Párizsi tartózkodások alatt Browning valóban bejárta Louvre-ba, és másolta a képeket. Nagy örömet telt a rajzolásban, és elhatározta, hogy Firenzében is folytatja ezt a munkát. Fájdalmas makacssággal utasította el az írásnak még a gondolatát is. Párizsban már fanyar, őszi szél cibálta a fák leveleit, de Firenzében még enyhe,
Simogató napsütés várta Browningékat. A Kászegidi még szebbnek tűnt, mint amikor elutaztak, és Mr. Canyon fényűző palotája után is kényelmesnek, meghittnek találták az otthonukat. Penini boldog volt a teknős békákkal, és a sok, szinte már elfelejtett játékkal. Még a tanulópadjának is örült, meg a régi füzeteinek. Amikor beléjük lapozott, elszörnyűködve jelentette ki. Nagyon sok hibát csináltam, most már sokkal jobban tudok írni. És a zongorához is szívesen ült le, türelmesebben skálázott, és gyakorolta az unalmas etűdöket. Elizabeth türelmetlenül és egyben szorongva várta verses regénye megjelenését. Robert, miután elolvasta az egész 11 000 sorból álló munkát, elragadtatottan jelentette ki, hogy felesége legszebb, legérettebb munkája az Ororli, és azt is megjósolta, hogy nagy közönség sikere lesz. Browning jóslata beteljesedett, mert alig, hogy megjelent a könyv, valóságon szétkapkodták, 2 hét múlva már újabb kiadás került a könyvesboltokba, 3 hónap múlva pedig harmadszor adták ki. Valóságos Ororli láz keletkezett Londonban. Az anyák dugdosták leányaik elől a könyvet, azok pedig titokban megszerezték, és egy-egy példányt rongyá olvasva adogattak egymásnak. Most az egyszer először Elizabeth életében viszonylag sok pénzt is keresett könyvével. Penininek új ágyat vettek, és a Casa Guidi egyik eddig üresen álló szobáját is berendezték. Újra járták együtt a kis eldugott boltokat, és kutattak régi bútorok, képek, szőnyegek után, és mire elkészültek a vásárlással, egy szép, régi íróasztalt is vettek. Elizabeth elszomorodva gondolta, hogy most rendezik be ilyen kényelmesen férje dolgozó szobáját, most vásároltak új íróasztalt, amikor sohasem ül le hozzá. Mr. Canyonnak is elküldték a könyvet, és türelmetlenül várták az öreg úr válaszát. Elizabeth, ahogy megígérte, jó barátjának ajánlotta az Ororli legérettebb munkáját, amelyben igyekezett az életről és a művészetről vallott hitét kifejezni. A válasz sokáig késett, és ez mindkettőjüket szorongó aggodalommal töltötte el, hiszen tudták, hogy Mr. Canyon nagybeteg. Elizabeth minden áron Angliába akart utazni, nem törődött azzal, hogy a londoni tél végzetes lehet számára. Majd amikor Robert ebben nem akart beleegyezni, arra kérte férjét, hogy legalább ő utazzon el, látogassa meg beteg barátjukat. Robert már készülődött az útra, ez lett volna az első alkalom házasságuk óta, hogy néhány óránál többet töltsenek távol egymástól. De az utazásra nem került sor. December elején a hatalmas postában, amelynek nagy része Elizabethnek szóló gratuláló levelekből állt, egy gyászszegélyes levél húzódott meg. Robert vette át a postát, és elsápadva nyúlt a levél után. Amikor feltörte a pecsétet, hogy egy megkezdett levél hullott ki belőle. Mr. Canyon néhány kuszasora, amelyben megköszöni a küldött könyvet. De a jóságos barát, akinek szeretete és gondoskodása nyitotta meg, Elizabeth előtt börtöne kapuit, nem tudta már befejezni a levelet.